anyag tekintetében az volt a célunk, hogy egy nagyon különleges válogatást tudjunk Londonba vinni. A legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy egy olyan anyagot tudjunk összeállítani, ami működik kint, ami igazából reprezentálja a magyar kortárs művészetet a 60-as évektől egészen a napjainkig. Azért is készültünk egy szűkebb válogatással, mint amit egyébként általában szoktunk hozni az aukcióinkon. Sokkal kevesebb tételt viszünk, jobban megválogattuk, jobban átgondoltuk. Kétféleképpen raktuk össze egyébként az anyagot ilyen szempontból. Egyrészt vannak azok a már akár kortárs klasszikusnak nevezhető művészek, mint a Fajó János, a Nádler István, Maurer Dóra, amiket ismerhetnek kint is. Tehát azért ezek a munkák, hasonló munkák jelen vannak már múzeumokban, galériák foglalkoznak velük, áruk is van, ez egy réteg. Másik felében meg kifejezetten olyan fiatalokat akartunk tenni, akik szerintünk jók. Akik egyébként a nemzetközi ízlésnek, meg minőségnek is megfelelnek. Van egy másik olyan réteg a kinti vásárlókban is, akiket tekinthetünk akár inkább ebben az esetben impulzus vásárlónak is, tehát akik azt mondják mondjuk egy olyan szoborra, valamelyikre, hogy ez nekik borzasztóan tetszik. Soha nem hallottak a Kovács Gergőről, nem is feltétlenül érdekli őket jelenleg, hogy ő kicsoda, valamit meglátnak benne. Ezért próbáltunk olyan tárgyakat összeszedni, egyrészt akiknek mindegyiknek van művészettörténeti jelentősége is, másrészt pedig olyan tárgyakat, amik meg tudják fogni a vásárlókat önmagukban és csak a saját üzenetükkel. Egyszerre szeretnénk megfelelni annak is, hogy ott is értsék, és ott is működjön. Arra amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből például Londonban mit fognak érteni, vagy mit éreznek belőle, mit gondolnak róla. És itt is tudjanak neki drukkolni, és tudjanak örülni annak, hogy ezek a tételek kikerülnek most egy londoni aukcióra, és megmérettetnek ott kint is. Az utóbbi években egyre komolyabb és komolyabb helyeken bukkantak fel magyar művészek egyébként múzeumokban, kereskedelmi galériákban, amik nagyon fontos első lépések voltak. A non-profit szektorban a különböző múzeumi kiállítások mellé azonban nagyon fontos, hogy a kereskedelmi része is oda tudjon ülni azon az úton, amin mi is haladunk, mégpedig, hogy a magyar kortárs művészetet nemzetközileg ismerté és elismerté tudjuk tenni. A magyar műkereskedelemnek egy olyan lépése most, amit megteszünk, amit szerencsére itt Londonban is én eddig úgy tapasztaltam, hogy éreznek és átéreznek, hogy milyen fontos és hogy mekkora jelentősége van. Mert most mi itt valami olyasmit fogunk létrehozni és véghez vinni, ami eddig még sosem volt.